Ajánlom figyelmedben, hogy elindult a másodlagos csatornám, ahol komolyabb hangvételű videókat találsz meg, mint például vlogok, élőadások, podcastek. Ha érdekelnek az ilyen tartalmak velem kapcsolatban, kövess be minket ott is! Üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel, az én nevem Oldalis Gladiás, ez itt újra a Baby Gyaló, a baba sárgában vagy sárga a babában, teljesen mindegy, harmadik éjszaka következik, a Shitter, oda van írva, bocsánat, Good Night Sweet Dreams. Oh my god, itt hagytam abba, és természetesen, hogyha nem tudnátok, akkor ez most már az eredeti full verziója a játéknak. Magyarul, ha megnézzük a chapter selecteket, akkor láthatjuk, hogy van már nyúl és cica chapter is. Így egy körbe megyünk, teljesen végig megyünk a játékon, végig fogjuk vinni, hogy nézzük is a Nitrate, nézzük a harmadik éjszakát, hogy hogyan fogok space-el fogok belépni, akkor start, ja ide kell, oda kell nyomni. Ez nem olyan, hogy bárhova nyomok valamit, akkor elindul a játék. Na, újra itt vagyok, és megérkeztem, és már egyből azzal kell kezdenem, hogy néznem kell a tévét. Hol van a kedvenc babám, biztos alszik. Lehet úgy mentek el a szülők, hogy lefektettük a kis, lefektették a kis szarógépet, aki ránéz a cumi süvegre és egyből összecsinálja magát. Hát jó van, oké, akkor várjál, de várjál, tegnap jött a, aha, itt van. Kibontották az új izét? Meleg szendvics izé készítőt? Ott a meleg szendvics készítő. Na hallod, olyan szendvicset fogok magam csinálni, olyan lölő szendvicset csinálok magamnak, hogy valami elképesztő. Hogy lehet úgy tévézni, hogy semmit nem eszünk közben? Már most nem azért, tényleg nem akarok... Na mindegy, jó, nézzük akkor a tévét, nézzük! Akkor nem nézem a tévét, mert már fogadjunk, hogy... A Lilő kaki már felkelt. Na nézzük meg, hogy mi történt a babával itt a harmadik éjszakában. Tudom, hogy vannak a játékban itt is ilyen secret dolgok, ilyen rejtett dolgok, de először ugye azt alapjátékot visszük végig, amit kért tőlünk a játék, aztán hogyha van bármi, ami olyan fura lehet, vagy érdemes megnézni, akkor mindenképpen megírjátok úgyis a komment szekcióba, és akkor együtt megnézzük. Jó, van, már itt vagyok, Kopinger. Hello, szervusz, cot. Oké. Okay. Leave and close the door. Most ide kellett jönnöm, és mi? Megpaskoltam így a fejét, hogy... És akkor most megmegyek el, vagy mi? Oké, okay, elmegyek. Hello. Keressél meg valamit, amit meg lehet enni. Na, lehet, hogy ma erről beszéltem, most jön a szendvics, most jön az én szendvicsem, man. Az én szendvicsem, de ennek méltem meg, ott feljöttem, és így jó. És most lemegyek, és eszek. Eszünk egy jó kis szendvicset, úgyis megjött ez az új szendvics készítő dolog. Úgyhogy itt a lehetőség, itt a helyzet. Cheesy today. Oké, okay, cheesy, a sajtos. Sajtos, lekváros. Csinálok egy olyan, vagy, miért tettem oda, jó, ezt dobjuk ki. Nem tudom felszedni. Oda ragadt a sajt! Ja, nem, most megnőtt, hogy mi történt. Jó, ezt kidobjuk. Oké, okay, ez pazarlás, ezt ne csináljátok otthon. Ezt ne csináljátok otthon, mert anyukádok észrevesz, és így... Bicike, mit csinálsz? És kapod a takösdét így, mint a Granny-től, érted? Na jó van, csináljunk egy normális szendvicset akkor, jó? Tényleg egy normális szendvicset fogunk csinálni. Nagyon pöpet szendvics lesz. Először is. A kenyér az ala. Megmutatom neked, hogy milyen az igazi Owen McCandy szendvics. És a mi történt? Megnőtt a kenyér? Vagy mi történik ilyenkor? Jó, a lényeg. Most megmutatom neked, hogy hogyan készül az Owen McCandy iszonyat király szendvics, amit még a D-bombába is képpofára zabál. És ha megcsinálok, az Instagramra fotóz le, és jelölj meg engem a történetbe, én meg vissza egy történetellek téged, vagy hogy a francba vagyják, ezt nem tudom igazából, de figyelj, megmutatom. Először kenyér az alapja, aztán mindenféleképpen szükséges, hát vajat nem tudok rákenni, de legyen vaj. Képzeld oda a vajat, aztán ráteszel. Na várjál. Ezt így. Várjál, de várjál, először is. Oh my god, de várj. Na, szóval. Először is, na jó, akkor ide rakom, jó? De nem lehet úgy letenni, hogy ne törjön össze az összes. Nem hiszem el, hogy nem lehet úgy letenni, halod. Jó, mindegy. Szóval, kenyér az alja. Aztán jön rá. Jönne rá igazából. Az. Így. Aztán jönne még egy. Tehát két sonka kell rá. Aztán pedig jön egy paradicsom. Aztán jön rá egy kis hagyma. Lila hagyma. Aztán sajt. És még egy kenyér. Szóval aki ezt megcsinálja, esküszöm, visszatörténetezem. Na jó van, akkor most akkor lehet, hogy a toastba kell a rabból tenni. Oké. Okay. Tehát a kenyér az alja. Egy sonka. Oké. Okay. Még egy sonka. Itt fogom meg... Ez a meleg szendvics, ezt kell neked otthon megcsinálni. Két sonka van rajta. Utána jön rá a paradicsom. Utána jön rá a hagyma. Ez a titkos Owen McCandy recept. Aztán jön rá a sajt.
Majd a kenyér teteje. És aztán ezt megsütöd. Na ezt csináld meg élőben. Reméljük azért a tiétek nem fog felrobbanni, mert a mién felrobbant. De nem úgy, én most feed me, etesselek meg. Hát még az... Ja, oké, én nem etettem meg a gyereket, és akkor most az ész szevicsemet azt így plakistákztolta, érted? Felrobbasztotta. Mi ez? Feed me, oké, megetetlek, hol vagy? Oh my god! És ott van a cumi. Ott van a cumicska, de érted az Owen McKenny gyönyörű, csodálatos izéje? Szendvicse, az bezeg, nem? Oh my god. És akkor most bekerültem a frigóba. De itt lesz valami izé. Nem valami hóember. A démon hóember. De bor az van természetesen. Tehát azért még egy horror játékban azért a bor az ilyen kell, az egy muszáj. Muszáj, hogy bor legyen meg uborkás befőtt. Aztán megfigyeled amúgy minden horror játékban, hogyha van konyha, uborkás befőttet meg bort, azt mindig találsz. És nem tudod megmondani, hogy miért. Kikerültem. Oh my god. Hol vagy? Hozom a cumidat. Vagy hát hozom már is. A tizedikbe? Aha. Így visszakerültem, de hallod, most ilyen nagyon creepy zene szól, úgyhogy most lehet, hogy inkább azt sem. Feed the baby, you monster. Azt mondja nekem a játék, hogy én egy ízé szörnyeteg vagyok, mert nem etetem meg. Jó van, egyél nesze. Schlackenstags. Fogadjuk összefossa magát? Mondtam egyből. Ez a gyerek laktózérzékeny. Azzal a lendülettel összefosta magát, hogy megetettem. Úgyhogy let's go. Menj előre, mindjárt megyek, várjál. Mi van a szendvicsemmel? Most kajak a szendvics... Ezt nem hiszem el. A szendvicsem! Miért kell nekem mindig a te szaroddal foglalkozni, de most komolyan? Jó van, na, cseréljük ki. Oké, tedd le oda magad, mindjárt jövök. Hallod, milyen szépen leültettem messziről, érted? God! Na jó, összeszorultam. Azok mik? Játékok? Jesus! Erre nem emlékszem, ez benne volt a játék. Hol vagy? Oh my goodness. Mit csináljak? Oké, játékok. Úristen, kapom. Jézus Mária, akkor megyek erre. Jó, bocsánat. Akkor merre menjek? Emek erre. Jó. Ja igen, az emergency izét kell. A izé, a veszély. Az SOS cumi, és ezt be kell adnom a szájába. Az SOS cumi. Ezt kapod. Hogy elrepült az SOS cumitól? Érted, beraktam a szájába és így kilőtte magát. Ez volt az. Az SOS. A vész cumi. Ez volt a vész cumi. Úristen, annyira démonizált a hely, hogy még a budim is se fekete. Az SOS cumi, oké. Okay. Oh my god. Megmutatta igazi erejét. Kis Pista, ezt nem hiszem el. Jesus! Mi történik? The Prince and the Sheep. Olvassam azt? Ezek a szemeket tömegőrülök. És miért T-pózban megy el egyébként a démon baba? Mi ez a T-póz? Okay. Jó, feküdjél le. Te sem úgy örül már, érted? Jó, oké, akkor most olvassak neki. Nem, a korrekt plusz kell oda tenni. Az a sheep lesz. Mivel azt a könyvet akarja, hogy olvassam. Erről van szó. Find the storybook and sit down. Megtaláltam. A prince és a sheep. Oké. Okay. És egyre bizarabb amúgy ez a izé. Ez az esti mese is. Viszont a hang, aki olvassa, az jó. De az enyém az sokkal jobb. I'm thirsty. Úristen, de amúgy milyen beteg már ez az egész. Mert nem azért, de a szendvicsemet szeretném megenni. Csináld meg a szendvicsemet, való életben látni akarom. Annyi volt. Volt értelme elolvasni. Jó, elolvastam mind a három állattal kapcsolatos történetet, és ő a prince, és a kopasz. Oda mennék így a fejére, és jó van baby baba, jó van démon baby baba. Mi történik? Rollercoaster. És T-pózba megijesztett, érted? A T-póz baba. Jó éjszakát, neked is. De a szendvicsemmel mi van? Egy kicsit átverve érzem magam, megmondom őszintén. Átverve érzem magam, megmondom nagyon kerekperec őszintén. Kicsit csalódott vagyok. Kicsit csalódott vagyok, megmondom őszintén. Ennyi volt a Night 3. More now another. Oh my god, mi történik? Enter the apartment. Hát bent vagyok már, nem? Most ez hogy érti, hogy az apartmentbe lépjek be? A tízes lakás, nem a tízes, igen, a tízes lakás.
Valaki pacsi meg, pacsi meg, ezt lehet hallani, pacsi meg, pacsi meg, nem tudom, hallod-e? Hello, Kopi! Mi történt ezzel a helyjel? Ne menj fel a második emeletre, azt mondja a játék. Akkor ebben az esetben mit csinál az illető? Felmegyek a második emeletre. Tehát a pacsi meg, pacsi meg, pacsi meg, ezt én is hallom természetesen, pacsi meg, na, végre tudok szemvizet csinálni. Nem, mert a gyerek valószínűleg eladta, jó, viszem ezt magammal. A gyerek eladta egyébként a iszét. A meleg szemvics sütőt. Hát ez hihetetlen, érted? Egyből bedémonizálja magát és eladja a sütőmet. Vagy hát a... nem tudom, az itt lakók sütőjét, azt sem tudom, ez az én gyerekeme. Hát becsi, nem becsi, nem becsi, nem becsi, nem becsi, nem becsi. Oh, Jesus Christ! Oh my God! Azért hagyom a cumidat. Az olyan follow the rabbit. Oké. Okay. Az ott egy szem? Az ott egy szem? Oké, okay. És hol van a nyúl? Ki kell mennem? Oké, okay, kövessük a nyulat. Nyuszi jobb, nyuszi tánc, nyuszi tánc. Erre van, 24-es. Aha, aha, oh my God. Ott a nyuszi! I want to leave. It wants to leave. El akar innen törni, oké. Oké! Ki jött a játék az, hogy failed? Oh! Oké, és most még jön a Pikmin nevű chapter fog következni, aztán az exit, aztán pedig a cat. Wow, ez tök jó volt, de mi van a szendvicsemmel? Könyörgöm a szendvicsem, itt a szendvics volt a lényeg, itt az Owen McHenry instant, és csodálatos, és exkluzív köpök közben, mikor mondom, hogy exkluzív, de akkor is ez az exkluzív szendvics volt a lényeg. És nem engedte, hogy megegyem, nem engedte, hogy bemutassam, vagy bepreferáljam nektek, shit. Na jó, amit a következő részben fel, természetesen folytatjuk továbbra is a Nyuszi chapterrel, a Pikmin fog következni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt is, és maradjatok velem, mert jönnek folyamatosan a Baby Angelov videók, illetve élőadások, illetve más játékokról is. Ja, és iratkozzatok fel, ha nem nagy kérés a vlog csatornára és a komolyabb hangvételű videókra szeretnétek kíváncsiak lenni velem kapcsolatban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, maradjatok velem legközelebb is, én Owen voltam. Sziasztok!